Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a Bosszúállók könyvesteget fogom kitölteni, mert ugye a hónap végén érkezik a Bosszúállók végjáték, az az utolsó Bosszúállók film, és erre szeretnék egy kicsit hangolódni ezzel a tag videóval. Ennek pedig az eredetiét, illetve drága kérdéseit belinkelem a leírásba, és akkor ti is ki tudjátok tölteni. Na nézzük! Az első kérdés Vasember, vagyis egy könyv, ami megnevettetett, és az a könyv, amin én nagyon sokat nevettem, amikor olvastam, tehát így az átlagosnál is többet, az Rick Riordantól a The Hidden Oracle volt, a Trials of Apollo sorozat első része. Valószínűleg azért nevettem ezen a könyvön ennyit, mert nagyon izgatott voltam, hogy ez kijött, mert már nagyon vártam, hogy újra visszakerülhessek ebbe az univerzumba, és Rick Riordan könyvében alapból is jó poénok szoktak lenni, de ez olyan felüdülés volt számomra, hogy szerintem végignevettem az egészet. A második Bosszúállónk Amerika kapitány, hozzá pedig egy olyan könyvet kell mondani, ami pozitív üzenetet közvetít, és erre én az Eleven testeket választottam, mert ugye az egy ilyen zombis könyv, és igazából az volt, hát most azt gondolom, hogy spoiler, hogyha valaki nem látta a filmet, vagy nem olvasta a könyvet, tehát annak igazából az volt az üzenete, hogy ugye volt a zombi apokalipszis, és ott az emberek meg a zombi csatároztak, meg minden, ahogy ezt lenni szokott, és hát végül is kiderült, hogy ez a zombi korság igazából gyógyítható azzal, hogyha az emberek elkezdenek foglalkozni a zombikkal, és nem ellenségként kezelik őket. Szóval egy kicsit ilyen nyálas megoldása a könyvnek, hogy igazából a szeretettel azzal a zombiságot vissza lehet fordítani, de egyébként ilyen szempontból pedig teljesen pozitív üzenete van, mert hogy amint nem zombiként, vagy hát szörnyetekként kezelték az emberek a zombikat, akkor visszaváltoztak rendes emberekké. A harmadik kérdés a Fekete Özvegy, akihez egy olyan könyvet kell mondani, amiben egy badass női főszereplő van, ide pedig most Sadie-ként választottam a Kane Krónikákból, szintén Rick Riordan könyv, most ez a Vörös Piramis, amit felmutatok, mert igazából ezeknek a könyveknek, vagy hát ennek a trilógiának Sadie és Carter a két főszereplője, és Sadie egy nagyon badass női karakter, és imádtam. Legalább annyira, mint a Neveszt a Percy Jacksonokban. A negyedik Bosszúállónk, Sólyom Sam, akihez pedig egy olyan könyvet kell mondani, vagy hát egy olyan könyvet kell választani, ami alulértékelt és szeretnénk, hogyha többen olvasnák. És nem akartam már megint az Így neveld a sárkányodat mondani, ide sárkányodatot, mert azt már nagyon sokszor mondtam, úgyhogy most egy olyan könyvet választottam, amit már azért régebben olvastam, de szerintem igazából ezt se olvassák olyan sokan, mert az írónő nem olyan nagyon híres, főleg nem itthon nálunk szerintem. Ez pedig nem más, mint Rainbow Rowell-től az Eleanor és Park. Igazából le van fordítva magyarra, tehát meg lehet találni, de hát nem tudom, én nem olyan sokat szoktam így róla hétköznapokban hallani, meg úgy igazából bárhol. Szóval szerintem ez egy elég alulértékelt könyv, pedig nagyon jó, mert én ilyen napokon belül elolvastam, és nagyon jó volt, és kifacsarta a szívemet, de nagyon jó volt, és újra kellene olvastam, főleg most rákattattam eléggé Rainbow Rowell-re, hogy olvastam a Carrion-t és a Fangirl-t. Szóval most szeretném végigolvasni teljes Rainbow Rowell bibliográfiát. Több Rainbow Rowell könyvet kellene olvasni mindenkinek. A következő a Hihetetlen Hulk, ide pedig egy olyan könyv tartozik, ami nagyon feldühített, és ez nem más, mint Hanari Cseltől. A Shadow Year. És hogyha valaki látta az Ezt olvastam januárban című videómat, ide belinkelem, mert ezt ide januárban olvastam ki ezt a fantasztikus alkotást, akkor az tudhatja, hogy ez a könyv nagyon, nagyon felhúzott. Tehát ez a könyv repült, szó szerint. Eldobtam, tényleg. Nem szoktam könyveket dobálni, de ezt eldobtam, mert annyira kikészített és feldühített, hogy fú, el szeretném égetni. Feltörtek az emlékek. Szóval igen, ez egy nagyon rossz könyv volt. Az utolsó előtti Bosszúállónk Thor, és ide egy olyan
karaktert kellett választani, vagy hát kell. Ide egy olyan karaktert tartozik, akinek az erejét csodálom. Ez pedig egy klasszikus lesz, mégpedig Jane Austen-től a Büszkeség és balítélet, ebből is Elizabeth Bennet. És szerintem igazából ez nem szorul magyarázatra, hogyha valaki ismeri a történetet, akkor annak elég egyértelmű, hogy miért erre a könyvre, illetve karakterre esett a választásom. És igazából ez lett volna az utolsó kérdés, de van egy bónusz kérdés, az pedig Loki, vagyis egy könyv, amiben meglepett a csavar, és erre Claire McIntosh-tól választottam az ICU-t, mert a legutolsó oldal az annyira meglepett, az ilyen epilógus-szerű volt benne, de tényleg egy darab oldal volt az egész, amikor kiderült, hogy ténylegesen ki is áll mindennek a hátterébe, és én szerintem fél órán át bámultam a könyvet, így tehát a száj, hogy mi van? Szóval az elég durva csavar volt ott a végén, és nem is láttam előre azt, tehát így a másik részét azt láttam a csavarnak, de az nem is az igazi csavar volt, szóval ez a könyv eléggé meglepett a végére, meg elég zavaró is volt a téma, de az más dolog, tehát mindegy, az a csavar, az hú, ez lett volna a Bosszúállók könyves tag, hogyha szeretnétek, kommentben nyugodtan töltsétek ki ti is a kérdéseket, és ja. Most egyelőre ennyi? Volt videó, mert az április az videó szegény lesz. Na mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.